Főként Vas Albert novellái, versei és regény részletei hangzottak el az író emlékére szervezett felolvasóesten. Az országos kulturális rendezvényhez immár 8. alkalommal csatlakoztak a pápaiak. A Hétcsillag Egyesület ezúttal is színes programot állított össze. A felolvasások mellett zene, tánc és ének is szerepelt a repertoárban. A magyar és a székely himnusz hangjaival kezdődött a rendezvény, a Vas Albert felolvasó est. Vas Albert író és költő művei csak a rendszerváltás után jelentek meg Magyarországon, de az egyik legkedveltebb magyar író lett. Sokan olvassák, legnépszerűbb regénye a Funtinelli boszorkány. Az országos szervezésű Vas Albert felolvasó est célja, hogy időről időre ráirányítsa a figyelmet a munkásságára. Nagyon fontos célja volt, hogy Vas Albertet egy kicsit megismertetni mindenkivel, hiszen talán méltánytalanul őt annyira nem ismerték itt kis Magyarországon, illetve az, hogy őt minél jobban népszerűsíteni, és bekerüljön esetleg a kerettanterbe is. Hát ez mind a kettőben úgy gondolom, hogy történtek előrelépések, bár hozzáteszem, hogy sajnos még most is azért van nagyon sok ember, akinek a fejében nem tiszta Vas Albert személyiség, akár a háborúra tekintette, akár egyébre, bár ugye minden nemzetközi bíróság felmentette, és az amerikai szenátusnak is tagja lehetett. Tehát azok a holt vádak, amiket néha összemosnak még most is interneten a nevével, azokat nagyon sokszor cáfolták már. Hát a költészetéről meg azt gondolom, hogy nagyon nem kell külön beszélni, hiszen a gyerek versektől, gyerek regényektől egészen a felnőtt novellákig, regényekig, versekig nagyon sok minden fűződik hozzá, és az a hitvallás, ami a műveiben is megnyilvánul, az azt gondolom, hogy a mai világban is egy nagyon értékelendő és követendő példát ad számunkra. Bár a pápai felolvasóestnek rendszeres vendége, idén sajnos nem tudott jelen lenni Barta József, az erdélyi Cegei Vas Albert alapítvány elnöke, de gondolataival jelen volt a rendezvényen. Kedves pápaiak! Hontalanság világnak panaszoló Vas Albert élete. Nagy vándorlása, most megpihen egy kicsit pápán, az önök szívében, hogy aztán tovább indulva a feltámadás hitét tovább adhassa, biztatva azoknak, akik nagyon várják, várjuk azt. A hontalanságra ítélt költő, író otthont talált az önök szerénységében, a Kárpát-medence magyarjainak lelkében. Boldogan tekint most le az öreg Isten óvó fényéből pápára, önökre, és én, amíg ezeket a sorokat írom, Isten áldásának húrjain táncol a szél, akit Nyugat-Magyarország felé irányítok, hogy a kő marad, orgonazengő erejével üdvözölje és köszöntse önöket. Két résztvevője lesz, aki közreműködik itt ennek az eseménynek. Ebben vannak táncosok, zenészek, illetve a felolvasók is. Én azt gondolom, hogy a korosztály szerencsére nagyon sokszínű, tehát egészen a 7-8 éves gyerekektől a felnőttekig mindenki megtalálható, ami azt gondolom, hogy megint egy nagyon fontos dolog, hiszen tényleg a közösségeknek akkor van értéke, hogyha nem egy-egy korosztályt fed le, és azt gondolom, hogy ez itt most teljesül. Az új helyszín a Tókerti 8 volt, ahol rendszeresen szerveznek kulturális programot, ezért költözött ide a Vas Albert felolvasóest. A helyszínváltásnak ugye a legfontosabb oka az volt, hogy az esti Kornél kávéház sajnos bezárt,
és hát próbáltunk keresni egy olyan helyet, ami nem csak küllemében, hanem értékeiben is ezt a célt tűzi ki, és hát így kerültünk ide a nekünk 8-ba, hiszen azt gondolom, hogy az utolsó időszakban már itt is egy nagy hangsúlyt tettek arra, hogy a kulturális értékeket megmutassák, és azt gondolom, ez ugyanolyan fontos, mint az, hogy esetleg mennyire díszes egy hely. Istenem, add, hogy még egyszer hazamenjek. Régi hegyeimen új bort születeljek. Fáj a bújdosás már, hova fáj az élet. Elvész idegenben erdélyi cseléded. Régi hegyeimen lábúj hegyen járnék. Jó volna a napfény, jó volna az árnyék. Szép volna, jó volna, hallgass meg Úristen. Hisz más kívánságom e világon nincsen. Szeretnék szántani, a tökröt hajtani. Régiekém szarvát, még egyszer kezemben tartani. Székelyföldi legendákkal ismerkedhettek a Jókai Mór Művelődés és Szabadidőközpont gyermekszínházi előadásának bérletesei. A Bekecs Néptánc Együttes 5 legendából összeállított műsora a néptánca rigmusok, mondókák segítségével kalauzolta a nézőket a székely történetek varázslatos világába. Az interaktív előadásban a gyerekek is segítették a főhősöket abban, hogy a jó ezúttal is elnyerje méltó jutalmát. Segítették az embereket. Gondosodtak arról, hogy a földnek mindig termékenyek legyenek. Teleszórták a réteket csodaszép, színes világokkal. Az élet azonban nem volt felvétel. Évente egyszer ördögök jártak arra felé, akiket a helybéliek lüdérceknek hívtak. A székelyföldi legendárium 180 legendát és mondát tartalmaz. Ezekből válogatott a gyerek előadás koreográfusa 5-öt, melyek aztán egységes előadássá álltak össze. A koreográfus 5 legendát használt. A makavára, ez kisküküllön mente, akkor a paladom tündérei, az nyárádmenti legenda, az Isten széke, az a Kelemen havasoknak egyik csúcsa, az ördög tolmondája és a gyilkos tolmondája az már Gyergyó vidéke. Megpróbáltuk összefűzni, úgyhogy egy hatodik cselekmény szál fűződjön össze belőlük. Ugye nagyobb hangsúlyt kapott a gyilkos tolmondája, tulajdonképpen a fél előadás az arról szól, de hogy a felvezetőben megpróbáltuk úgy ötvözni a legendákat, ugye az ismerők ugye rájönnek, hogy melyekről van szó, de igazából egy új értelmet kaptak így egymás után összefűzve. Célkitűzés lenne, hogy a gyerekeket a környékbeli legendákra, mesékre felhívni a figyelmüket, és nem ne feltétlenül csak a Walt Disney folyjon ki a csapból, hanem a helyi dolgokra figyeljünk oda, és így ők is sokkal több mindent megtudnak a saját környezetükről is. Thank you.
táncjátékban kevés szerepet kapott a szó, az is inkább vetített képes kísérettel, de a szép történet minden mozzanata érthető volt. Manapság ez a táncszínház eléggé elterjedt, legalábbis nálunk Erdélyben, és megpróbálnak minél több újat belevinni a néptáncba, és ez is egy olyan, amivel a gyerekek jobban meg tudják érteni a történeteket. Igazából ez egy történet, amit tánccal is, meg szöveggel is fejezünk ki, és hát azért jobb szerintem gyerekeknek az ilyen jellegű előadás, mivel nem csak eljönnek és egy táncot látnak, hanem van valami története is, amit haza tudnak vinni, és akár el is mesélhetnek szülőknek vagy barátoknak. Gyerek és lidércek népesítették be a színpadot, de a két főhős az agyafurt székely legény, valamint a szép és hűséges székely lány voltak. Szerintem a szerelemről. Végül is nagy első sorban erről kell szóljon, a barátságról, a többi dologról, hogy végül is mindig a jó nyer, ez jön le szerintem a gyerekeknek. Szerintem is benne van a szerelem, benne van az, hogy a jó és rossz harca, és ugyebár a végén a jó elnyeri a hatalmát, és hát a végén igazából nem az itteni világban, hanem már a túlvilágon találkozunk, és úgy válik valóra a szerelmünk, de szerintem a gyerekeknek ez egy pozitív lezárás mindenképpen, hogy így végződik az előadás. Gyerekek! Nem láttátok, merre vitték a legendát? Az interaktív előadásban a gyerekek például segítettek a tündéreknek elrejteni a kulcsokat, és a ládát is együtt nyitották ki. A pápai ifjú közönség nagyon élvezte az előadást. Érdekes módon különböző helyeken különböző szokások, ugye ahány helyen szokás, és általában szeretik a gyerekek, de mindig meglepnek valamivel, hogy amire nem számítunk. Ezért jó az, hogy interaktív számunkra is, mert mindig plusz erőt ad a folytatáshoz. ...1997 óta viseli a Nyárát Szeredai Néptánc Együttes a Bekecs nevet. Azóta sok idő eltelt, tavaly óta pedig már önálló profi együttesként működnek. A dolgok gördültek egymás után. 2014-ben jelentkeztünk a Fölszállottapávára, ott különdíjasok lettünk. 15-től egy színháznál dolgoztunk, a fél tánckar, utána pedig alkalmaztam a táncosokat ide hozzánk, és akkor hivatalosan 17 januárjától vagyunk előadó társulat, ez a hivatalos neve az oklevélnek, amit kaptunk a minisztériumtól, és hát igyekszünk, amit mondtam az előbb is, a palettának a színeit minél jobban kihasználni, így folyamatosan tiszta néptánc előadásaink, gyerekműsorok és felnőtt táncszínházi előadások vannak. A következő is egy ilyen lesz. A centenárium kapcsán, ugye ez a századik éve, hogy
Erdély Romániához tartozik, és ezt a román hivatalosságok nagyon igyekeznek hangsúlyozni, és minél több helyen ünnepelni. Ennek az apropójára készítünk mi is egy előadást, amiben tulajdonképpen azt szeretnénk kifejezni, hogy mi miért nem tudunk ünnepelni. De hogy az elmúlt 100 évre emlékszünk, arra, hogy a sok viszontagság ellenére, és a mindannak ellenére, hogy Európában azóta teljes kisebbségek tűntek el a térképről, mi Erdélyben még ott vagyunk, egyben vagyunk, ha megfogytunk akkor is. Van egy identitásunk, van egy kultúránk, amit úgy gondoljuk, hogy meg kell őrizzünk ahhoz, hogy és tovább kell adjunk gyerekeinknek ahhoz, hogy még egy újabb 100 évet megélhessünk. És erről fog szólni reményeink szerint a következő előadás. Vasváron volt az Országos Improvizációs Fesztivál regionális fordulója. A Dunántúról érkezett színjátszós csapatok vetélkedését a Szó és Kép színpad nyerte. A pápai színjátszók eddig mindig sikerrel szerepeltek ezen a megmérettetésen, sőt a döntőt is megnyerték már egyszer. Az ország legjobb improvizációs csapatainak találkozója idén is Gödöllőn lesz. Szurkolunk a Szó és Kép színpadnak. Ezen a versenyen a csapatok improvizációs feladatokat kapnak, s megadott idő alatt kell kidolgozniuk a szituációt. A Szó és Kép színpad visszatérő vendég ezen a fesztiválon. Hiányzott már, ugye, és tavaly kihagytuk ezt a fajta rögtönzéses saját magunk kipróbálását, úgyhogy nagyon jó volt újra átélni ezt az inspiratív munkát, meg tényleg ezeket az izgalmakat, adrenalin szintet, meg ezt a kicsit másfajta gondolkodásmódot, hogy művet készítsünk el együtt. 9 csoport vett részt a regionális fordulóban. Csukárdi Sándor elmondta, hogy nagyon erős volt a mezőny. Mint minden csapat, a Szó és Kép színpadé is 4 tagú volt. Külön öröm volt, hogy most csatlakozott a 4 fős csapatunkhoz Hújber András, aki még hát improzott már ilyen helyi szinten, de így még ilyen regionális szinten, tehát a Magyar Színjátékos Szövetség által meghirdetett fesztiválon még ő nem mérettette meg magát, most ez is sikerült, illetve hát Vida Anna is, most már ő másodjára állt be a csapatunkba, ebbe a kis improz csapatba, Rózsás Hajnalka és még jó magam mellé. A regionális forduló helyszíne a vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központ volt. Így stílszerűen a résztvevők egyik feladatként Nagy Gáspár verseiből kaptak egy-egy sort. Alakul itt már a program. Ez volt a Szó és Kép színpadé. Először olyan bizalmatlanul, én magam olyan bizalmatlanul fogadtam, főleg halván, hogy a többiek milyen jó kis végszavakat kaptak. De úgy érzem, nagyon jól megoldottuk, hát egy kis bibliai történetet ragadtunk ki, az jutott eszünkbe a kis mondat kapcsán, ahogy amikor a Jézus tehát tanítja a tanítványait a vizen járni,
Majd utána egy másik hasonló jelenet, mikor egy kenyérből ugye többet csinálok, hogy minden szegénynek jusson ennivaló. Ezt a kettő kis jelenetet, vagy hát eseményt választottuk magunknak. És hát nagyon jó. Tehát igaz, én is úgy éreztem belül, ahogy játszuk, hogy egy csónakba ülünk, és elindulunk egy tengeren, vagy valami nagy tavon, és a bandi nagyon átütő sikert adott szerintem, mert élvezte is, én is éreztem, hogy nagyon élvezi, meg úgy is nyilatkozott a végén, hogy ő nagyon élvezte. Ez volt neki a kedvenc jelenete egyébként, mint Jézus, ő játszotta Jézust. És hát ültek nagyon jól a poénok, amiben volt, meg hát a csattanó a végén, hogy akkor most, ha már megtanította a mester vízzel járni a tanítványokat, akkor most megtanítja ugye a kenyeret szaporítani, és erre jött akkor poénként a végszó, hogy hát alakul itt már a program. A szó- és képszínpadosok sikereiket mindig azzal magyarázzák, hogy összeszokott csapatként működnek. Beszélgettünk egy kicsit a fesztivál után, és tehát arra jutottunk, hogy mégiscsak ez ugyanúgy igaz volt, ez a feltevés, hogy mi valóban össze vagyunk szokva, és egymás rezdülését megérezzük, mint a régi négyessel. Ugyanis nagyon sokat vagyunk együtt egyéb rendezvények, programok keretén is. Tehát nem csak a próbákra szűkül igazából a mi közös munkánk, hanem gondolok az együtt töltött táborokra, hétvégékre, akár most szalonnasütésekre, összejárunk szülinapokon, kirándulgatunk együtt, tehát nagyon sok egyéb programot szervezünk, és ez kicsit így felgyorsítja az érést, az összeérést. És meg hozzáteszem azért a bandi is, meg az Anna is már azért 5 éve már részesei a társulat életének. Ugye kezdetben csak inkább a Gondűző Borocska mellett című színdarab kapcsán, de aztán egyre több szerepet is kaptak, ugye a próbákra is egyre sűrűbben jártak, tehát ők is a külön programokban is egyre jobban részt vettek. Tehát ez maradt egy nagy erősségünk, így is most már ez az összeérés. Ez, hogy tényleg nagyon tudunk figyelni egymásra, meg egymás gondolatait szinte megérezzük. A másik erősség, hogy a szó- és képszínpad mindig szerkezetben gondolkodik, az improvizációk esetében is. Mindig kis színházakba gondolkodunk, színházi produkciót, egy kerek egész dolgot akarunk is ott létrehozni, és igazából addig nem nyugszunk, még az a kerek egész a fejünkbe nem alakul ki. Mindig az első, hogy a szerkezete legyen meg, és van úgy, hogy elmegy az idő a szerkezet kidolgozására, meg kitervelésére, és akkor valóban a szerkezetre jön a szimpla impro. De így is legalább egy kerek egész. Van egy csattanó, van egy elindító gondolat, van egy irány, meg van egy cél, ahová el akarunk jutni, és mivel ezt mindig végigjárjuk ezt az utat, ez már azért a szakmai zsűri pontszámaiba mindenképpen megjelenik. Illetve olyan apróságokra is figyelünk, hogy amik tényleg alap dolgok, de most azért belefutottunk ilyenekbe, hogy voltak még olyan csoportok, akik szerintem akkor a szakmai rutint nem értek el, vagy nem tudtak maguknak elhordani, mint mi, hogy például háttal játszunk a közönség, vagy mi játszunk a közönségnek, meg figyelünk, hogy érthető, mindig érthető legyen, figyelünk a kompozícióra, hogy ki hova áll, ezeket mindig megbeszéljük már, hogy mindenki számára élvezhető, jól látható legyen a produkció. Tehát ezek apró részletek, de sokszor ezeken is nagyon sok minden múlik. Emellett a területi fordulóban volt még visszhangos játék és probléma megoldó szituáció is. A szó- és képszínpadosok sokszor kaptak maximális pontot. Díjazták ugye egyrészt az ötleteket, a szabályok betartását, amit sokan azért nem vettek annyira figyelembe, vagy az izgalom miatt nem fordítottak rá olyan nagy figyelmet. A szerkezetre egyértelműen nagy hangsúlyt fordítottak, és ez nálunk ugye megtalál, ez mindegy erősségünk volt. Illetve a végén ez megint, amiről beszéltünk tényleg az, hogy nagyon érződött a mi játékunk, hogy tényleg egységes, és nagyon érződött, az egyik zsűritag nagyon ezt kiemelte, hogy nálunk érződött a legjobban, hogy élvezzük a közben a játékot, és teljesen el tudtuk varázsolni, mert két jelenetünket is kiemelt, hogy ő is teljesen abba a közegbe érezte magát. Eltűnt hirtelen a Nagy Gáspár művelődési központ épülete, és valóban azokon a helyszíneken érezte magát, ahova mi megpróbáltuk oda varázsolni. A regionális forduló Arlecchino, azaz első díját a szó- és képszínpad kapta, a második helyezett a veszprémi Alig-színpad lett. Ők ketten képviselik a régiót az országos döntőn, mely Gödöllőn lesz március 18-án.
A fuvola már a középkorban is elterjedt hangszer volt, azóta természetesen felépítése változott, de népszerűsége nem csökkent. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában jelenleg 56 diák tanul ezen a hangszeren 4 pedagógus segítségével. A zeneiskolai tanszakokat bemutató sorozatunkban most abban nyerhetnek betekintést nézőink, hogy milyen egy fuvola óra, és a kamarazene sem hiányzik a műsorból. Kamilla, kezdjük el az órát úgy, ahogy szoktuk. Lazítsuk el az ujjainkat, jó? Érintsük össze az ujjainkat, de úgy, hogy szépen ellazítjuk, és közben mondjuk, hogy hüvelykujjunk, mutatójunk, középső ujjunk, gyűrűs ujjunk, kicsi ujjunk, pacs! Én azt gondolom, hogy elsősorban az a legfontosabb, hogy szeressék a gyerekek a zenét. Ugye ez azért is nehéz, mert mi főleg klasszikus zenét tanítunk, ami egyre jobban nem menő a gyerekek körében, de nekünk mégis arra kell törekednünk, hogy ők ezt megszeressék, értékeljék ezt a zenét. Nagyon fontos, hogy szeresse a gyerek. Az összes többi az majd hozza a kitartás, a szorgalom, a szeretet, a hangszer szeretet, az idő, mert ugye ez is közrejátszik, hogy mennyi ideje van a gyereknek gyakorolni, de szeressék, szeressenek ide bejönni, ha csak éppen azért, hogy elmondja a buját bánatát két kis dalocska között, akkor is. Nézzük csak meg ezt a részt! Ta-ta-tam-pam! A háromnegyedben hová megy mindig a hangsúlyunk? Mindig az elsőre, ugye? Ti-ti-tam-pam, ti-ti-tam-pam! Próbáld meg ezeket az egyeket egy picikét jobban kihangsúlyozni. Gyerekkorom óta nagyon tetszett ez a hangszer, és nagyon sok olyan filmet, műsorokat néztem, amibe fuvoláztak, és a többi hangszert is próbáltam, de azok nem annyira tetszettek, mint ez az egy, és úgy gondoltam, hogy mivel ennyire tetszik, akkor biztos, hogy meg fogom próbálni, és muszáj lesz kipróbálnom ezt a hangszert. Mi varázsolt el benne annyira? Hát, ahogy a lányok szépen játszottak vele, a dalok, amiket játszottak, hát maga, hogy ilyen szép. És milyen nehéz hangszer most, hogy már így belekóstoltál? Hát, az elején még elég nehéz volt, és még hosszú is volt, akkor nehéz volt a hangokat lefogni, de most, hogy már többet tanultunk, meg tudok, így már azért könnyebb. Itt a Bartókban a fuvolistáknál mennyire jellemző a kamaramuzsika? Azt kell, hogy mondjam, hogy minden tanár szereti a közös együttzenélést. Azért is alakult ez a fuvolazenekar is, mert annyi ilyen kisgyerek van, és hogy itt együtt is tudunk akkor muzsikálni. Én 4 és lassan fél éve azért választottam a fuvolát, mert szerintem ez egy nagyon szép hangszer, és hát sok dolgot lehet játszani rajta. Én 3,5 éve, és azért választottam, mert nagyon szépen szól, a hangja is szép, és már óviskorom óta fuvolázni szerettem volna. Hogyan telik egy-egy óra? Hát igazából szinte mindig másképpen telnek, mert Johanna néni nagyon jó tanár, és nála nem is tudnék jobbat. Izgalmasak az órái. Miket csináltok? Néha tornázunk, de főképpen fuvolázunk. És olyan dalokat játszunk, például ilyen gyerekdalokat is játszunk, de játszunk néha komolyabbakat is. Most kamaramuzsikát hallhattunk. Szeretitek ezt? Szerettek így együtt zenélni? Igen, szerintem nagyon jó, mert így
megszokhatjuk, hogy együtt hogyan szólnak a fuvalák. Szerintem is jó így együtt zenélni, és ha nagyobb korunkban akarjuk folytatni komolyabban a fuvalát, akkor ha ilyen komolyabb zenekarba is akarunk, akkor már könnyebb lesz beilleszkedni. Vissza. Nagyon jó. Ezek a rendes órákon felüli alkalmak. Gyerekek mennyire lelkesek, hogy látod? Vannak olyan gyerekek, akik már nagyobbak, akiknek úgymond kötelező jelleggel van ez az óra, de a kisebbek viszont csak szerelemből járnak ide, mert nekik még van más kötelező tantárgyuk, és amellett pluszba ezt vállalják, úgyhogy ez egy nagy öröm számomra, hogy az utánpótlás így biztosítva van. A gyerekekkel a zene szeretetét kell, hogy megismertessük, illetve, hogy ha majd felnő, akkor koncertre járó ember legyen. És hogyha visszagondol ezekre az évekre, amit zeneiskolában töltött, akkor egy jó érzés fogja el, és ne az, hogy soha többé nem akar ő már hangszerbe belefújni vagy játszani, hanem művelje ezt a szabad idejében, a munka mellett. Ez az elsődleges célom. Kinek ajánlanád a fuvolát? Hát természetesen azoknak elsősorban, akik úgy gondolják kisgyermekként, hogy ők szeretnének fuvolázni, és nem lehet őket eltántorítani a fuvolától, illetve kell hozzá egy olyan fokú fizikai felépítés, ugye fogazatban, szájban, és hát és igaz, mi ilyen vékonyak vagyunk, de kell, hogy legyen egy jó légzés berendezésünk, hogy tudjuk jó helyre venni a levegőt, masszív levegőtámaszt tudjunk venni. És amikor jönnek ide a gyerekek, akkor elsősorban ezeket nézzük, hogy milyen a fogazata, bele tud-e fújni a hangszerbe. Nagyon sokat kell ezt szenvedni azért, hogy megszólaljon az a hang, vagy pedig egyből megszólal, és ők jöhetnek is akkor fuvolázni. Mi kell ahhoz, hogy valaki mondjuk továbbképzősként is itt legyen még? Hát egyrészt az, hogy a zenét szeresse, nem csak az ilyen a mai modern zenét, hanem a barokkot is, meg az ilyen régebbi zenét is. Meg szerintem sokat számít az is, hogy a tanárjaitól milyen neveltetést kapott. Én ugye nagyon megszerettem a zeneiskolás tanárjaimat, és ez is tartott itt engem. A fuvolával azért gyakran van kamaramuzsika, vagy gyakran együtt jár a kamaramuzsika. Neked ez mennyire fontos? Szerintem fontos, már sokkal jobb így más emberekkel játszani. Én személy szerint nem is szeretek egyedül kiállni és úgy zenélni, szóval én sokkal jobban szeretek esetleg kamarába játszani, vagy már zenekarba. Biztonságot ad, hogy mások is ott vannak, nem csak engem figyelnek az emberek, és így akkor lehet, hogy másokat is figyelnek, és nem minden szem rám vetül. De azért van nehézsége is. Persze, meg kell tanulni, hogy egyszerre játszok akkor a hangokat, meg figyelni kell másikra. Egészség és táplálkozás egy megváltozott világban, az emésztés változása a modern élelmiszerek tükrében címmel tart előadást március 9-én pénteken 17 órakor az Edvi Malomban Mester Károly agrármérnök. Az Értékeink élőben előadás sorozatban szervezett programon a gluténérzékenységről, a magas vérnyomásról, a cukorbetegségről és az autoimmunbetegségekről esik szó. A jövő heti ajánlat után nézzük, milyen rendezvények zajlanak még a városban a következő 7 napban. A programajánló következik.
A Pápavárosi Televízió programajánlójában ezúttal március 3-ától szombattól 9-ig péntekig ajánlunk Önöknek helyi rendezvényeket. Március 3-án szombaton 14 órakor a Jókai Morvárosi Könyvtárban nyílik Mandala kiállítás. A tárlat az Ajkavárosi Nyugdíjas Klubok Egyesülete Harmónia Klubja munkáiba enged betekintést. A tárlatot Pálosiné Nagy Katalin nyitja meg, közreműködik a Harmónia Dalkör. A kiállítás április 3-áig tekinthető meg a Jókai Morvárosi Könyvtárban. Szintén március 3-án szombaton 19 órakor a Vajda bérletben látható Szabó Magda az Ajtó című műve a Spirit Színház előadásában. A darabot Szejzel Gábor rendezte, a főbb szerepekben Hegyi Barbarát, Nagyváradi Erzsébetet, Perjés Jánost és Nagy Enikőt láthatják. Az előadásra jegyek korlátozott számban még válthatók a JMSK jegypénztárában. A Duna Művész Együttes és a Göncöl Zenekar táncszínházi előadása a Solus Christus időpontváltozás miatt március 6-án kedden 18 óra 30-tól látható a JMSK színház termében. Az előadásra a jegyek 500 forintos áron válthatók, a JMSK jegypénztárában 14-től 18 óráig, illetve az előadás előtt a helyszínen. A Deák Ferenc utcai Petőfi moziban a következő 7 napban is több filmet vetítenek. Látható lesz többek között az Éjszakai Játék című filmvégjáték, az Ősember, Kicsi az ős, de hős című animáció és a Vörös Veréb című thriller. Ez utóbbiból íme egy kis előzetes. Jó reggelt, anya! Mi a baj? El kell mennem egy időre. Azt mondták, vigyek el egy férfit egy szállodába. Azt mondták, az illető az állam ellensége. Vedd le a ruhádat. És cserébe anyám megkapja a szükséges orvosi ellátást. Ehelyett elvágták a férfi torkát. Nem maradhattak tanúk. Így hát választás elé állítottak. Vagy meghalok, vagy veréb leszek. A mai naptól fogva mindnyájan verebek lesznek. Fegyverek a hatalomért ívott globális küzdelemben. Kiképezzük magukat a pszichológiai manipulációra. El kell sajátítaniuk, hogyan lépjenek túl minden határon. Vegyék le a ruhájukat! Mire végzünk, a jelenlegi személyiségük megszűnik létezni. Minden ember a szükségleteinek kirakójátéka. Maguk lesznek a hiányzó darab, és ők mindenbe beavatják magukat. Van egy rendkívüli adottsága, tudja, hogy kell túlélni. Ez az, amit elvárnak magától. Márciusban a mozikban. Van egy áruló a kormányban. Az utolsó ismert kapcsolata egy amerikai. Kerüljön közel hozzá. Nem magát láttam tegnap az úszodában. Akkor most barátok leszünk. Ezt akarja. A megtévesztés játszmájában. A lány egy veréb. Csak amiatt vagy fontos, amit meg tudsz tenni nekik. Dolgozz velem is, állj bosszút rajtuk. A lány mester lesz. Maga jobb ebben bárki másnál. Csak az a gond, hogy lelke van. Egyetlen szavát sem hihetjük el. Van valami más is, amit nem veszünk észre. Ha leleplezik, azonnal meg fogják ölni. Mit tettél? Az övék vagy. Sosem fognak elengedni. Megoldom. Vörös veréb. Márciusban bemutatja a Fórum Hungary. A Petőfi Filmszínház részletes műsorairól a Petőfi Mozi Pápa Facebook oldalán vagy a nyomtatott mozi műsorból tájékozódhatnak.
Az idei esztendő a családok éve Magyarországon. A pápai történelmi egyházak is csatlakoztak a kezdeményezéshez. 2018-ban egyházi magazinunkban is a családdal kapcsolatban hallhatnak gondolatokat. A most következő forrásban a keresztény férfi lesz a téma, ezt követően pedig Medgyessy Ferenc káplán elmélkedését hallhatják. A forrás következik. Ez a férfi közösségem a gyülekezetünkben működik. Ez, hát már nem is tudom, egy ilyen 6-7 éve van, 5-6-7 körülbelül. Nagy öröm a számunkra, hogy ezt nem mi lelkészek találtuk ki, hogy mi az, ami még nincsen és csináljunk, hanem hogy abszolút alulról indult a kezdeményezés a gyülekezetünkhöz tartó férfiak körébe, hogy mai világban valahogy a férfi szerep az háttérbe szorult. Az identitásunk is eléggé bizonytalan, hogy mit jelent férfinak lenni. És ezt a mai fiatalok is kevésbé tudják, meg az idősebbeknek is azért kérdés, hogy el kell gondolkodni az, hogy mit jelent ma férfinak lenni, pláne, hogyha olyan speciális kérdést teszünk, hogy mit jelent keresztény férfinak lenni a mai világban. És ezért indult az, hogy elkezdtünk találkozgatni először havonta egyszer, egy szombati napon, amihez mindig valamiféle aktivitást kötöttünk, mert hogy a férfiaknak ez is fontos. Ebbe volt ilyen kis jótékony munka, kis segítségnyújtás, volt benne az, hogy ijászkodni mentünk, volt, hogy sziklát másztunk, volt, hogy Győrben meglátogattuk a, már nem is tudom melyik múzeum, de a gépeket lehetett nézni, és akkor mind a kisfiúk úgy mindenki megtapogathatta, megnézhette, hogy mi hogyan működik. És mindig kapcsolódik egy-egy találkozáshoz egy kis beszélgetés is, illetve körülbelül egy olyan 2 éve már fontos az, hogy ne csak havonta egyszer találkozunk egy szombati napon, hanem közte 2 hetente egy péntek estét is együtt töltsünk, ahogy azt most is éppen tesszük. Amikor mindig egy-egy olyan bibliai férfi alakot kezdünk egy kicsit vizsgálni a bibliai szövegek alapján, hogy milyen férfi lehetett, milyen értékeket képvisel, mi az, ami neki fontos volt. Ebben vannak nagyon pozitív példák is, meg előjönnek negatív példák is, hogy milyen hibákat követtek el, azokat hogy próbálták meg kijavítani, helyrehozni, és így tovább. És nagyon sokat lehet tanulni ezekből a bibliai élet példákból. Illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy és ez abszolút nem a hölgyek ellen szól, de nagyon tapasztaljuk saját magunkat, hogy máshogy működünk, máshogy beszélgetünk, máshogy viselkedünk, ha egy nő is jelen van egy társaságban, meg amikor mi vagyunk csak magunk férfiak. Nagyon érdekes az, hogy nagyon őszintén tudunk beszélgetni, nagyon személyes dolgokat meg tudjuk osztani egymással, meg tudjuk egymást hallgatni, odafigyelünk egymásra, illetve hogy egymás életéből is tanulunk, illetve ahogy azt a Bibliában is olvashatjuk, egymás hite által tudunk épülni. Tehát nagyon-nagyon sok hatással vagyunk egymásra. Van, aki úgy gondolja, hogy mi most ezzel itt az időnket töltjük, ahelyett, hogy otthon lennénk a családjainknál, de ezt úgy tudjuk megfogalmazni, hogy mi most nem egymás felé vagyunk arca, és a hátunkat mutatjuk a családunknak, hanem most válvetve vagyunk itt, és azért, hogy arca tudjunk a családjunk felé fordulni. És amikor hazamegyünk, akkor talán egy kicsit jobb apaként, jobb férként lehessünk jelen. A férfi körbe én azért járok, egy nagyon meglepő dolog lesz, hiszen hogy mi is az, hogy igazán itt a 21. században a férfinek lenni. A Biblia első lapjain megfogalmazódik az a gondolat, hogy az Isten a saját képmására férfinek és nőnek teremtette az embert. Ebből nagyon hangsúlyos gondolat az, hogy a férfi és a nő ez különbözik egymástól. Egymástól különböznek, de viszont egyformán fontosak az Isten számára. És valahol azt hallottam azt a gondolatot, hogy egy igazán akkor lesz igazi egy férfi, hogyha egy igazi nő van mellette, és viszont is, hogy egy igazi nő csak akkor lesz igazi nő, hogyha egy igazi férfi van mellette. És ezt a komoly kérdést járjuk körbe ezeken az alkalmakon, bibliai történeteken keresztül.
A másik motiváció pedig az, hogyha körülnézünk a világba, akkor pedig azt látjuk, hogy, hogy van egyfajta morális negatív irányba való irányultsága a világnak. Mondhatnám úgy is, hogy, hogy sodódik a világ, és nem régen hallottam egy nagyon jó gondolatot arra, hogy, hogy semmi sem sodródik felfelé. Tehát a világ lefelé sodródik, és hogyha ha belegondolunk, és akár csak a kis mi pápai környezetünkbe körbenézünk, akkor ezeknek a jeleit meg is lehet tapasztalni. Akár hogyha bemegyünk egy bevásárlóközpontnak a parkolójába, hogy micsoda szemetet látunk, hogy mennyire nem figyelünk a környezetünkre. Vagy egy nagyon számomra ilyen megütköző dolog volt az, hogy amikor egyik reggel vittem a lányaimat iskolába, akkor a parkolóba az egyik lépcsőháznak az ajtaján volt kiragasztva egy cetli. És oda mentem, elolvastam, és az volt a cetlire írva, hogy törjön le a keze annak, aki tojást dobált az autómra. Ebből pedig az látszik, hogy így viselkedünk egymással. Így viselkedünk a környezetünkkel, és így viselkedünk egymással. És a Bibliának az első lapján pedig megvan a feladatunk, amikor az Isten azt mondja az első emberpárnak, hogy, hogy műveljétek és őrizzétek az édenkertet, amit rátok bíztam, és hogyha ezt megfogadnánk, hogy műveljük és őrizzük a környezetünket, vagy műveljük és őrizzük a kapcsolatainkat, akkor teljesen más lenne ez a világ. És a sodródáshoz egy kicsit visszatérve, az pedig számomra pedig egy ilyen lakmuszpapír, hogy ha nem teszek semmit a sodródás ellen, akkor én is sodródok együtt a világgal, és ha nem érzem azt, hogy erőfeszítést teszek a sodródás megakadályozása érdekében, akkor ebben a sodródásban vagyok. És itt van a személyes felelősségem, hogy nekem tennem kell valamit azért, hogy ezzel az árral szembe ússzak. Én most vagyok első alkalommal, és alapvetően pápára másfélre költöztem, és még másfélig itt fogok lakni, és keresni egy olyan társaságot, ahol értelmes társalgást lehet értelmes emberekkel folytatni, akik felelősen, jó szándékkal viszonyulnak a világhoz, és erre látok egy nagy lehetőséget itt, hogy egyrészt magunkkal, a családunkkal, az élethez való viszonyunkról beszélgessünk, másrészt meg egy jó közösségbe becsatlakozzon az ember. Keresztény férfi, miben más, mint a többi? Én a klasszikus értelemben nem számítok hívőnek, bár a sógorom szerint én anonim keresztény vagyok. Tehát az erkölcsiségemben és értékrendemben igenis keresztény alapokon állok. És alapvetően a legfontosabb szerintem talán a közösség, a család iránt érzett felelősség is, és ahhoz a viszony, hogy az ember cselekedetei és tettei azok jelentőséggel bírnak, és felelősséggel tartozik önmagáért, és a hozzátartozóért, szeretteihez, barátaiért, a közösséghez tartozik. Édesapám révén kezdtem el járni, és fontosnak tartottam, hogy fiatalként én is részes legyek a gyülekezetnek, és fontosnak is tartom, hogy minél fiatalabban esetleg csatlakozzunk a csoporthoz, hiszen nem kezdhetjük elég korán az Istenhez való kötődést, és ez ugye segít abban, hogy kövessük az ő igéjét, és hát nyilván én is próbálom az én fiatal körömben hirdetni a csoportot, és hívogatni másokat, hogy próbálják ki, és hogy jöjjenek, és tapasztalják meg azt, amit itt a férfi körbe érezhetünk. Szerinted egy keresztény fiatal mennyiben más, mint aki nem hívő? Véleményem szerint más, hiszen másképp látja a világot, és másképp fogja kezelni azokat a problémákat, amikkel szembenéz nap, mint nap, és talán több energiát, több erőt tud meríteni abból, hogy Isten segítségével próbálja megoldani mindazt, amit ugye Isten elénk ad feladatokat. Szerintem nem sokan tudják, hogy ez a férfi kör, ez mire is jó.
Ez néha még számunkra is talány, mert egy kísérlet volt kvázi a férfi kör itt a gyülekezetben. Sokat beszélgettünk arról, hogy van asszonykórus, idős hölgyek találkoznak, templomba elmegyünk vasárnap, akkor 80%-ban hölgyek vannak, hogy hol vannak a férfiak. És beszélgettünk több olyan alkalmon, amikor egyszer a lelkész barátunk, a Gergő hozott egy példát, egy Richard Rohr nevű amerikai ferences szerzetesnek a könyvét, aki elkezdte elemezni azt, hogy mik a férfi szerepek, és hol vannak ezek a szerepek manapság. És ugye elkezdtünk gondolkodni valóban, hogy mennyi mindent elvesztett a társadalom manapság. Tehát egy embernek, egy férfi embernek az életútját, hogyha megnézzük a gyerekkorától kezdődően, akkor hiányzik a férfi válvatás a tizenéves korból, tehát úgy megy át a fiatal fiúgyerek a felnőtt korba, hogy átesik valamin. Most már katonának se kell lenni, de nem azt mondom, hogy ez olyan, mint a katonaság, hogy azt pótolja, de hiányoznak azok a dolgok, amik például meghatározzák a fiúgyermeknek a példaképét, ami meglepő módon nem az apa minta, hogy azt általában várná automatikusan az ember, hogy egy apa mindig példaképet mutat a gyerekének, de nem csak a fiúgyereknek, a lánygyereknek is, hanem érdekes módon ezeken a beszélgetéseken jött elő, hogy a nagyapának például mekkora szerepe van, meg a nagyanyának is többek között, de most férfi körről van szó, és ezek a modellek, ezek a nagyapai példamutatások hiányoznak, hogy valóban valamit többet kapjon a fiatal. És az a furcsa, hogy azt se vesszük észre, hogy az ember, ahogy nő és felnő, megél egy folyamatot, és hogy ez a folyamat eljuttatja elvileg oda, hogy a, hát a 50 fölött, vagy 60 fölött, inkább 60 fölött, mert még akkor én nem vagyok annyi, eljut a bölcsesség állapotába, és már azért lesz példakép a nagyapa például, mert ezt a bölcsesség státuszt sikerült neki megszerezni, és valóban tud a saját maga tapasztalataival, nyugodtságával, igazságával mutatni valamit. Na nem csak erről van szó egyébként ebbe a férfi körbe, de alapjában ez egy gondolkodó társaságnak indult. És nyílt a csapat, nyitott a csapat, befogad sokféle embert, és az a jó, hogyha jönnek olyanok, akik valóban gondolkodnak keresztény alapon, de hogyha valaki nem így szeretné, vagy fenntartásai vannak, bárkit be tudunk fogadni, és várjuk azt, hogy beszéljen őszintén arról, ami a fejében van, és bízunk abba, hogy ezek a férfi kapcsolatok, férfi szituációk, ezek előbbre viszik a családokat is. Most, ahogyan itt állunk a nagy templomban, és mögöttem már a nagy templomnak az oltárképe nem látszik, helyette egy lepel, egy nagybőjti lepel mutatja számunkra, hogy most a nagybőjti időszakot üli az Anyaszentegyház. Ha erre gondolunk, ha ezt halljuk, hogy valaki bőjtől, akkor talán arra gondolunk, valamiféle önmegtartóztatásban éli az életét. Ám a bőjtnek a valódi jelentősége ennél sokkal nagyobb. Akkor, amikor Jézus az olajfák hegyén imádkozik, és miután visszatér az imájából a tanítványaihoz, és őket alva találja, ezzel a felhívással ébreszti őket fel. Vérasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe esetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen. Jézus itt figyelmeztet minket, hogy a kísértés az mindig valahol a testtel kapcsolatos. És ilyenkor, amikor a nagybőjti időszakban a testünkre is odafigyelünk, az megtagadásra, az önmegtagadásra, akkor sokkal fontosabb az, ami ebből következik, a leszámolás a kísértésekkel. Azzal, hogy
ne csak a lelkünk legyen készséges az Istennek a követésére, hanem a testünk is. És így tudjunk felkészülni, nem csak arra, amit mögöttem a leplen látunk Jézusnak a kereszt halálára, hanem arra is, amit utána ünneplünk húsvétkor Jézusnak a feltámadására.